Nos, üdvözlök mindenkit! Ebben az epizódban folytatjuk a Nagy Károly életéről szóló sorozatunkat. Ha nem tudjátok, hogy miről van szó, nézzétek meg az előző részt. Továbbra sem vagyok szakértő, így ha valamit félremondok, kérlek titeket javítsatok ki. Örülni fogok neki, ha szóltok egy-egy tévedés miatt, és semmiképpen sem fogok megsértődni. Az előző videóban ott hagytuk abba, hogy ez az úriember levert egy felkelést, és feleségül vett egy longobárd asszonyt. Ez mind szép és jó, csak hát ez a házasság nem volt túl sikeres, és nem is tudunk törvényes gyermekről, aki ebből a názból született volna. Pár év elteltével ez a longobárd királyné valami különös oknál fogva eltűnt a színről, mint ahogyan azt az előző videóban mondtam, a krónikások még csak a nevét sem tartották fontosnak, így bizonyára ennek nem volt nagy jelentősége. Minden esetre a királyné eltűnt, és nem tudni mi lett vele. A királynak azonban örökös kellett, így Nagy Károly újra házasodott. A következő felesége egy Hildegard nevű sváb lány volt, aki még csak nagykorúvá sem érett, mikor a mennyegző végbe ment. Na, ne tessék megijedni, ez a középkorban nagyon is megszokott volt. A lányokat gyakran az első vérzésük után már férhez is adták, hogy a lehető legtermékenyebb korukban szülhessenek örökösöket. Azonban, ahogyan ez a király cserben hagyta a longobárdokat, nem tetszett a népnek. Egyedül nem lettek volna elég erősek ahhoz, hogy mindenféle harcba kezdjenek Nagy Károly ellen. Azonban, ha emlékeztek, volt ennek az úriembernek egy kis öccse, Karman, aki eléggé háttérbe lett szorítva azután, hogy Nagy Károly egyedül velte le a baszkok felkelését. Na már most, ez a Karman eléggé haragos volt, és valahogyan eljutott a fülébe, hogy a longobárdok sem igazán kedvelik a királyt, így úgy döntött, hogy szövetségre lép velük, és elkezdődött a Nagy Károly elleni összeesküvés. A terveket tehát elkezdték szőni a király ellen. Krisztus után 771-ben azonban Karman hirtelen és váratlanul meghalt. Eléggé kézenfekvőnek tűnik, hogy valaki a király emberei közül kiderítette az összeesküvést és végzett vele, de halála elméletileg abszolút természetes volt, bár eléggé fiatalon halt meg. Akárhogy is, bármi is történt, a király nemes ellensége meghalt, a longobárdok azonban még mindig eléggé nyugtalanok voltak. Hiába voltak azonban a longobárdok nyugtalanok, fivére halálával Nagy Károly lett a frank birodalom egyedüli uralkodója, ami szinte mindenkinek kedvezett. Összességében Nagy Károly sokkal jobb uralkodó volt fivérénél. Krisztus után 772-ben történt egy kisebb zavargás. Néhány száz fosztogató elvileg megtámadott és felgyújtott egy keresztény templomot. Na már most az előző videóban kifejtettem ezt részletesebben, hogy a keresztény egyháznak ebben az időben még nem volt olyan mindent átfogó, egységes és erős hatalma, mint ahogyan az a késő középkorra kiforrott, így az ilyesmi incidensek eléggé gyakoriak voltak. Olykor-olykor megesett, hogy pogány törzsek csak úgy felgyújtottak egy-két templomot délutáni szórakozás gyanánt. Nagy Károly keresztény uralkodóként azonban ezt nem hagyhatta, főleg nem ilyen közel a területeihez, így a szászok ellen hadjáratot indított. Az elkövetkezendő 3 évben a király vezetésével aránylag nagy haderő vonult végig a szászok földjein, sorra győzelmeket aratva a pogány törzsek mellett. A szászok egyik fontos területe volt Westfália, ami ma Nyugat-Németország egy részét képezi. Itt Nagy Károly legyőzte a szászok maradék helyi seregeit, vezetőjüket pedig békésen megtérítette, vagy inkább fenyegette és erőszakkal kényszerítette, de végül keresztény hitre térítette. Itt tehát a westfáliai szász vezető keresztény lett, ezzel eltüntetve a pogányság még egy nyomát Európában. Nos, ebben a videóban ennyit szerettem volna. Hogyha érdekel titeket az ilyesmi, nézzetek fel a gaming csatornákra is, ott extra tartalmak várnak rátok. És végül, ha valamiben tévedtem, kérlek titeket még egyszer, javítsatok ki a kommentek között. Minden esetre köszönöm a figyelmet, én Darkass voltam, sziasztok!